Izgalmas programokkal várta az érdeklődőket a rendőrség hagyományos nyílt napján. A legkisebbtől a legnagyobb látogatókig mindenkinek készültek látványos programokkal, hogy minél több mindent megtudjanak a bűn és baleset megelőzésről, valamint a katasztrófa védelemről. Április 24-e Szent György napja, a rendőrség napja, és ennek apropóján már több éve hagyományosan rendőrségi nyílt napot tartunk. Alapvetően a célunk az, hogy a rendőrség sokszínűségét megmutassuk az állampolgároknak, egészen a kicsiktől a nagyoknak, és igazából, hogy mindenki vele ünnepelje ezt a napot. A rendőrségi napot mindig Szent György nap másnapján tartják, mert április 24-én a rendőrség csak készenléti szolgálatot lát el, az irodai dolgozók szabadnaposak. Sárkány ölő Szent György azért vált a rendőrség patronusává, mert ő úgy védelmezte katonaként a vallást, ahogy ma a rendőrök az embereket. Az ünneplés részeként nagyon sok játékos, ismeretterjesztő programelemmel készült a rendőrség a katasztrófa védelemmel karöltve. A látványos kutyás bemutató lenyűgözte a diákokat, amikor a rossz fiút földre terítette a rendőrkutya, elismerően tapsoltak és kuncogtak. A katasztrófa védelem tűzmegelőzési sátrában a látogatók teszteken fejleszthették a tudásukat tűzeset elkerülésében, de nagy népszerűségnek örvendett a puttonyfecskendő és a füstsátor is. Mögöttünk látható a füstsátor. Ennek a szimulációja, hogy füsttel telített helyiségben hogyan is kell közlekedni. Ugye a mindennapi életben is lehetnek lakástüzek, lakóépülettüzek, és már a tüzek kezdeti szakaszában ugye a füst az megjelenik. Nagyon gyorsan telíti a helyiségeket, és nem mindegy, hogy ebben a füsttel telített helyiségben mi hogyan közlekedünk, és ne első alkalommal találkozzunk egy valós esetnél. A fiataloknak ez egy remek alkalom, hogy megtanulják, hogy egy ilyen helyiségben hogyan lehet tájékozódni, közlekedni. Természetesen a füstérzékelőknek a beszerzése elősegíti azt, hogy a tűz kezdeti szakaszánál már ez jelez, és nem lesznek kiterjedt tűzesetek. Az érdeklődők kreszkeréken tesztelhették tudásukat, valamint egy motorszimulátoron kipróbálhatták, hogyan lehet újra lenni a járművön baleseti veszélyhelyzetben. Ha pedig valaki kipróbálta a biztonsági övszimulátort, a 15 km/h becsapódás a szivacsfalba biztos egy életre meggyőzte, hogy az övet mindig be kell csatolni. Szalmizálunk és védünk. Akár ez is lehetne a készenléti rendőrség zenekarának jelmondata, akik emelték a jó hangulatot a játszott filmzenékkel. Az eseményen a modern rendőrautók és motorok mellett egy igazi veterán gyöngyszemet, egy 1200 köbcentis ladát is megcsodálhattak a látogatók. Legtovább ők szolgáltak a rendőrségnél, mert a 70-es évek elejétől a 90-es évek végéig voltak. Az az érdekes, hogy már ő benne is benne volt, ami a mostaniakban némelyikben újdonság lett újra. Van neki a hátuljában egy megállító készülék, ami a mostani modern fényhidaknál jelenik meg megint, hogy kiírja, hogy álljon félre, vagy orvost kérek balesetnél, hasonló dolgokat. Igazándiból ő egy URH rendszeren működő rádióval van ellátva, aminek teljesen mindegy, hogy a adótornyok működnek, nem működnek, mert egy teljesen saját kapacitású dolog volt, meg strapabíró volt még. Az eseményen toborzás is volt, hogy bárki, aki kedvet kapott, hogy ezredes vagy százados legyen a későbbiekben, megtehesse az első lépést.